Következik a közbiztonsági beszámoló. Kapitány úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nagyon sok mindenről beszélt, mint mindig, amiről gondoltam, hogy én is szót ejtek, de így kevésbé fogok. Kezdeném az augusztus 20-ai rendezvényekkel. A rendezvények rendben lezajlottak, rendőri intézkedésre nem került sor. Több jelentés érkezett viszont a rendezvényről távozó tömeg hangoskodása miatt. Minden esetben megtörtént a rendőri intézkedés. Azonban beárnyékolta az augusztus 20-ai ünnepeket egy sajnálatos esemény, ami a kerületben történt. Ismételten történt egy emberölés. A kerület egyik családi házas övezetében rokonok két fő szóváltásba keveredett, dulakodni kezdtek, majd az egyik egy kést ragadott, és olyan súlyosan megsebesítette a másik felet, hogy a gyorsan kiérkező mentők ellátása révén sem sikerült az életét megmenteni. A kollégáim a helyszínen elfogták a gyanúsítottat, eljárásra jelenleg is folyamatban van. Mindig meg szoktam említeni a bűnmegelőzéssel kapcsolatban a trükkös csalókat. Egyre több a trükkös csalók, viszont örömként vagy örömhírként szeretném bejelenteni, hogy egyre többet fog is a rendőrség. Belvárosban is egy szó szerint mondhatom, hogy bűnbandát fogtak el, akik úgymond erre szakosodtak. És azért mondom, azért szoktam megemlíteni minden testületi ülésen ezt, mert hiszem azt, hogy minél többen hallják, annál kevesebb ember esik áldozatul, ahogy mint a statisztikák is mutatják, hogy tényleg egyre kevesebb ember sikerül már becsapni ezekkel a trükkös dolgokkal, de ugyanúgy az elműs dolgok még mindig megjelentek, egy újabb dolog, hogy nem az elműtő most már nem pénzt hoznak, hanem villanyórát próbálnak meg felszerelni, főleg időseket találnak meg ezzel. Általában azt szokták mondani, hogy 200.000 forintba kerül egy villanyóra, csere, most 100.000-re gyorsan kicserélik. Szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy az idős embereknek van annyi jelenléti erejük, hogy nem szoktak ebbe belemenni, még ha pénzük van, akkor sem. És egy újabb dolog, hogy becsengetnek házakba, hogy itt a szomszédban dolgozom, ilyen olyan munkákat végzek el, elment a tulajdonos, bezárta a pénztárcámat, adjanak már kölcsön 2-3-4 ezer forintot, még hazamegyek busszal, kellene a buszjegyre, felhívni a lakosság figyelmét, hogy ilyen csalóknak se dőljenek be. Polgármester úr is említette az iskolakezdést, ugye jövő héten megindul az iskolaszezon, több iskola biztosítását is megpróbáljuk ellátni. Holnap tartunk egy közös átbeszélő egyeztető fórumot a polgárőrséggel és a kerületi közterület felügyelőkkel. Igyekszünk minél több helyen jelen lenni, főleg a reggel és a délutáni időkben. Polgármester úr is többször említette már, hogy a kerületben van ez a csípleolvasó. Azt kell, hogy mondjam, számtalan esetben intézkedtek az elmúlt hónapokban a kollégáim, sikerrel minden egyes esetben, behozták ide a polgármesteri hivatalba, sikerült leolvasni a csípről, megállapítani, ki a tulajdonos, és örömmel vissza tudtuk adni ezt a gazdájának. Ugye itt szó volt itt az állatokkal kapcsolatos kerületi problémákról, én ezt pozitívként említeném meg, pozitív eseményként. A térfigyelő, igen, kiépült a térfigyelő rendszer, mint ahogy polgármester úr is mondta. A tesztüzemmód az megfelelően lezajlott, most már csak a szerződésekre várunk, és utána bízok benne, hogy minél gyorsabban be tud indulni. A prostituáltak kapcsolatokban pedig csak annyira várom akkor a polgármester úrnak a levelét, és én hiszem azt, hogy ez közös erővel, de valamilyen úton módon csak meg tudjuk szüntetni. Köszönöm. Kérdéseket várunk, amennyiben képviselőtársaim részéről vannak ilyenek. Hatvani Zoltán. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, köszöntök én is mindenkit, megjelent vendégeket, kapitányurat, rákoskertieket, szárazhegyieket első között. Rendszeresen kapok a választóimtól, lakó környezetemben élőktől olyan megkereséseket, hogy különböző hivatalok vezetőit, kapitányurat, tűzoltó kapitányurat keressem és kérjek tőlük. Most megint kaptam egy levelet. Nem havi rendszerességgel szoktam ezeket a leveleket elhozni a képviselőtestület ülésre, mert úgy gondolom, hogy nem minden esetben tud megoldást találni mondjuk egy rendőrkapitány vagy egy tűzoltó azokra a panaszokra, amiket a lakosság nekem jelez. Most viszont kaptam egy olyan levelet, amit úgy gondoltam, hogy érdemes beolvasnom. Polgármester úr is említette, hogy a Rákoskert-Sugár út egy részét a Bodonyi és a Sárándi utca között felújították.
Ennek következtében, vagy ennek a beruházásnak kapcsán sajnos gyalogos átkelő nem épült ezen a szakaszon. Horváth Tamás alpolgármester úrral már egyeztettem, korábban sem volt ezen a szakaszon gyalogás átkelőhely, viszont most a nagyon jó minőségű útnak köszönhetően sokkal gyorsabb lett a forgalom, tehát lehet, hogy ez indokolt lenne. Ez ügyben majd alpolgármester úrral egyeztetek, hogy esetleg a BKK-nál el lehet-e kezdeni egy olyan folyamatot, hogy valahol ott a buszmegálló pár környékén megépüljön egy gyalogos átkelőhely. Viszont van egy lakóm, Hipszki Péter úr, aki rendőrkapitány úrnak írt egy levelet, és engem pedig arra kért fel, hogy továbbítsam ezt a levelet kapitány úrnak, illetve használjam fel a képviselőtestület nyilvánosságát, a helyi újságokat, 17. hírhozó Rákosmente TV, hogy ennek vízhangja is legyen, talán ezzel is elérhető az, amit itt a lakó kér. Beleolvasnék a levélbe, lehet, hogy nem olvasom végig az egészet, mert három oldal, de egy pár gondolatot szeretnék megosztani leginkább kapitány úrral és a nyilvánossággal. Tisztelt rendőrkapitány úr, Rákoskerti lakosként, családos emberként és törvénytisztelő állampolgárként fordulok önhöz. Segítségét szeretném kérni az utóbbi időben határozottan megnövekedett számú autós, motoros száguldozás visszaszorításában. Az elmúlt hetekben és hónapokban napszaktól és iránytól függetlenül jelentősen megnőtt a Rákoskert sugárút, Kőkereszt és Művelődési Ház közötti szakasza, illetve a felsőbb szakaszon, valamint a környező szilárd burkolatú kis utcákban esztelenül száguldozó autók és motorosok száma. Úgy gondolom, hogy az ilyenféle magatartás ránk és szeretteinkre nézve is kiemelten veszélyes, törvénysértő éppen ezért elfogadhatatlan. A kerület ezen részén is nagyon sok kisgyermekes család és idős ember lakik. Ők nap mint nap komoly veszélynek vannak kitéve, különösen a buszmegálló környékén, a csikorgó gumikkal előzgető, száguldozó autósok és motorosok miatt. Sajnos magánemberként semmiféle törvényes eszközöm és lehetőségem nincs, hogy fellépjek ezek ellen, az emberek ellen. Ezért kérem valamilyen módon, akár fix, akár mobil sebességmérők, esetleg állandó sebességkorlátozással próbáljon meg gátat szabni ennek a törvény ellenes állampolgári viselkedésnek. Itt még nagyon sok mindent ír a lakó, ezt nem olvasom, az utolsó gondolat, mellettem már mutogat alpolgármester úr is, bízom a gyors és hatékony közreműködésben, és segítségében köszönettel, tisztelettel Hipszki Péter. Nyilván a levél felolvasás előtt e-mail váltásban kérdeztem a lakótársat, hogy hozzájárul-e a neve megemlítéséhez, hozzájárult, úgyhogy ezért mertem itt elmondani a nevét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, kapitány úr. Arra kérném képviselő urat, hogy legyen szíves ezt e-mailbe továbbítani a részemre. Megvizsgáljunk minden lehetőséget, ahogy a korábban is megtettük ezt, minden lakosságot irritáló cselekmény utána járunk. Többször is volt már jelzés, hogy a gyorshajtásokkal kapcsolatban, ott is volt, hogy intézkedtünk, utána pedig az volt a probléma a lakóknak, hogy hát miért mérünk annyian, mert ott a környező lakók is beleszaladtak a sebességmérőbe. Meg fogjuk vizsgálni ennek a lehetőségét is. Köszönöm. Köszönöm szépen, kapitány úr. Úgy látom, nincs további kérdés. További jó munkát kívánunk. Ezzel a közbiztonsági beszámolót lezártuk.